Az elmúlt két év leforgása alatt másfélszer akkora érték fordult meg a használt autó piacon, mint az azt megelőző két évben. Ez az áremelkedésen túl annak is köszönhető, hogy kismértékben növekedett az új autóeladások száma, illetve a használt autó import is felfutott az utóbbi néhány évben. Így javult az évek óta stagnáló használt autóindex. A használt autóindex az egy olyan mutatószám, amely azt mutatja be, hogy a válság kezdete óta a hazai használt autó piacon mekkora értékű járműállomány cserél gazdát. Hogyha ennek az értéke 100%, az azt jelenti, hogy a válság kezdetekori szintet elértük. Ez a használt autóindex nagyot zuhant a 2009-et követő években, egészen 70%-ra, és ez a mélypont 2010-ben volt, ahonnan egy folyamatos stagnálást követően 2014 óta kezdett emelkedni. Az utóbbi két évben pedig rohamosan emelkedett. Csak az utóbbi egy évet vizsgálva a 2014-es és a 2015-ös utolsó negyedév összehasonlítása alapján 22%-nyit növekedett a használt autóindex, így 134-ről 156%-ra emelkedett. Ez a szám két adatnak köszönhető, az autóeladások növekvő számának, valamint annak, hogy a járművek vételárai emelkedtek. Kb. 15-18%-kal nagyobb forgalmat bonyolítottak le a használt autó kereskedők, illetve a használt autópiac körülbelül ennyivel nőtt. Ez párhuzamosan az új autó értékesítések felfutásával, azt gondolom, hogy egy örvendetes dolog. Ezzel párhuzamosan a használt autók árai is gyakorlatilag nem csökkentek, hanem inkább nőttek, szemben azzal, hogy általában a használt autók, ahogy idősödnek, veszítenek az árukból. Ez most gyakorlatilag az utóbbi egy-két évben ez megállt. A legkeresettebb járművek közé főleg a német és japán autók tartoznak. A vevők elsősorban a fiatalabb, körülbelül 5-6 éves autókat keresik, azonban általában pont ezekből van hiány, ami összefüggésben áll azzal, hogy a válság óta nagy mértékben csökkent az új autók értékesítése. A legnépszerűbbek továbbra is az alsó-közép kategóriás járművek.